Üdvözlöm, Hare Krishna kedves Bhakti Yoga csoport tagok. Remélem, hogy jó halljátok engem, így próbálok közelebb beszélni. És ma fogunk beszélni egy kicsit Bhakti Yogáról, amelyik eredményez tisztán látást. És akkor mindjárt folytatjunk. Van egy vers Bhagavad Gita-ba, Bhakti Yogáról, ami arról szól, vagy így szól, 9. fejezetnek a verse, a 9. fejezet, 2. vers, és akkor most itt meg is mutatom nektek, amit arról beszél, hogy Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitrámida Muttamam, Pratyakshavagamam Dharmyam, Susukam Kartum Avyayam. És ez a vers arról beszél, hogy tisztítja Raja Vidya, ez a minden tudásnak a királya, tudásnak, a Bhakti Yogának a tudása. Raja Vidyam, Raja Guhyam, és legbensőségesebb. Ez azt jelenti, hogy olyan képességet eredményez látni személynek, ami semmilyen tudás, ami még a keleti Vedanta tudás se fog eredményezni ezt a látást. Mert a mindenféle klasszikus keleti filozófiák is, főleg ugye a Vedanta filozófiák, most nem megyünk bele, ők tudásuk alapszik a logikán. De nem minden látás, vagy a tisztán látás, az nem a logika alapú. Ezért a bhaktinak a tudása adja egy ilyen különleges guhyam, rejtélyes, titkos tudást, ami nem láthatja bárki, vagy nem bármilyen más filozófia segítségével nem lehet elérni. A pavitrám, ez azt jelenti, hogy tisztító hatású, ugye tisztítja az embernek a tudatát, és pratyaksa vagamam dharmyam, és pont beszél, hogy közvetlenül kapsz olyan félelátást, ami tökéletes, és igazából tisztánlátó leszel, gyakorlatilag ugyanolyan látással fogsz rendelkezni, mint Isten. Nem leszel Isten, de a látás az lesz. Ez a pratyaksa vagamam dharmyam, közvetlen tapasztalatot fogsz szerezni. Ezért, hogyha valaki tanulmányozza ezt a tudást, a bhakti jogát, és gyakorol Hare Krishna mantrát, akkor ebben esetben az embernek a látása fog változni, és tisztánlátó lehet valaki. Ennyit gondoltam mai napra nektek elmondani, írjátok a kommenteket, tanultatok-e valami újat. Igen, és még egy dolgot, hogy most holnap lesz egy utolsó bhakti joga csoport tagoknak első hullám, vagy első turnus, ahol tartottunk 11 alkalmi oktatást, pont a transzcendentális filozófiáról és a lelki gyakorlatokról, hogy mi ez a bhakti joga, hogy kell gyakorolni, ilyen induló kezdőknek. Most be fogunk fejezni holnap, utána januárban fogunk folytatni ezt a turnust, majd fogok itt megjeleníteni egy pár ilyen kérdés, hogy ki szeretne egy kicsit rendszeresebben tanulni, mert általában mostani csoportban szoktam kirakni információkat, tudást, ez nem olyan szigorú rendszerben van, de hogyha valaki szeretne szigorú rendszer, teljes képet kapni, polcokra legyen minden lerakva, akkor ebbe a kis oktatásba lehet elsajátítani. Itt vagyunk most a Gurukulába, ez a Krishna Vőgyi iskola. Mögöttem van oltár, ami még nincs nyitva, nem sokára nyitva lesz. Itt lesz most egy kis oktatásunk egymás között, és majd jelentkezünk és folytatjunk. Mindenkinek szép napot kívánok, és legyetek elégedetek és boldogok. Hare Krishna!